Jó napot kívánok! Önök a Rondót látják. Érdemes ma is velünk tartani. Az orgona és a harsona nem mindennapi hangszerpárosítás. Kolonai Zoltán görög származású zeneszerző legújabb szerzeményét e két hangszer duettjére komponálta. A Szent Filoména című művet Vámosi Péter harsona művésszel a Pécsi Bazilikában mutatták be. A orgona, mint duó, nagyon szépen szól együtt, nagyon szépen harmonizál a két hangszer együtt, és a klasszikus zene piacán mindenképpen ritkaság számba menő, míg a például egy trombita orgona sokkal-sokkal gyakoribb. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy én egy olyan hangszeren játszhatok, amely nem csak a hang terjedelméből kifolyólag, mint szólisztikus hangszer megállja a helyét, hanem orgona kísérettel sokkal, ha szabad ezt a szót használni, fenségesebb és monumentálisan szól. Ha konkrétan a kortárs zenére gondolunk, akkor túl sok művel nem büszkélkedhetünk. Talán Gárdonyi Zsolt, würzburgi professzornak, aki magyar ember, magyar zeneszerző, egy művével, a Rapszódiával büszkélkedhetünk. De most egy ős bemutatónak köszönhetően a Filoména legendája című darab, ami egy, hát igen, nem másról szól, itt tulajdonképpen egy drámai darab, mert ugye a halál tusája, és észné kell lenni, hogy az ember nehogy túlfokozza ezt a drámaiságot a hangerővel. Egy mindenképpen egy nagyon-nagyon jó darab, nagyon sokszínű, sokrétű darabról van szó. Azt, hogy nagyon váratlanul és nagyon hirtelen tört rám, egy hosszú hallgatás után úgy éreztem, hogy van egy olyan lehetőség, amit meg kell fognom, meg kell ragadnom, és vágytam is arra, hogy legyen, és hát véletlenül éppen görög témájú ez a legenda, hiszen Szent Filoména egy görög kislány volt, aki gyerekkorában tett tanúbizonyságot arról, hogy a hitét nem tagadja meg, és ezzel életével fizetett, és életét adta a hitéért. Pár hete, pár hónapja dolgozunk együtt, tehát ez nem egy hosszú munka eredménye eddig, de biztos vagyok benne, hogy ami most ilyen jól elindult, annak lesz foganatja. Véletlen az, hogy megismerkedtünk a Vámosi Péter harsona művész úrral tavasszal, és egy közös koncertet terveztünk, és hát mikor a darabokat választottam, azt szerettem volna, hogy hát valahogy valamilyen módon keresek egy görög témát, amit föl tudnék dolgozni, és a templomban, vagy templomi környezetben elő tudnánk adni orgona és harsona párosítással. Nagyon izgatott ez a hangszer összeállítás, mert nagyon ritka. A harsona és az orgona szereplése nagyon ritka. Minden egy nap alatt történt, egy kis csoda történt az életemben, amint le kellett adnom a műsort, előtte egy órával kaptam egy kis füzetecskét, bár nem is gondoltam, hogy ez lesz az, de ahogy elkezdtem olvasni, Szent Filoména egy görög születésű kislány volt, rögtön tudtam, hogy ez a lehetőség az, amivel nekem élni kell, és meg kell zenésítenem, és ezt a darabot elő kell adjuk ezen a koncerten. Tulajdonképpen mind a kettő nagyszabású hangszer, hogyha összetesszük a kettőt, a lehetőségei számtalan variációs lehetőségei vannak. Önmagában az orgona is nagyon sok variációs lehetőségekkel rendelkezik, és azt gondolom a harsona
méltatlanul definiált vagy nem definiált, egyfajta rezes hangszerként említik. Ugyanúgy lehet rajta játszani bármilyen más hangszeren, és én nem is nagyon törekedtem a hasona szerű komponálásra, hanem a muzsikára gondoltam. A hasona, mint itt a hír, meg a pátosz, és egyben a gyász megszemélyesítése, és a Filoména a rendítetetlen hitel, lendület és ereje, amit itt ez kifejez az orgona támogatásával, ez nagyon szélsőséges dolog. A hangszer viszont adja a lehetőséget, hiszen minden hangszeren azt játsszuk, amit akarunk, amit szeretnénk. Persze ez egy jó játékos kell, és hál' Istennek a Vámosi Péter határtalan lehetőségei nem szabnak határt ennek a darabnak sem, és hát kicsit ügyetlen zeneszerzői ötletem nagyszerű megfogalmazásba találtatott az ő előadásában, hogy hát én rendkívül élvezem megszólalva, hát döbbenetes, úgy hallgatom, mintha nem is az én művem lenne. Azt hiszem és remélem, hogy nem is az én művem. Én azt gondolom, hogy ha egy előadó előtérbe akarja helyezni saját magát, az soha nem lesz hiteles és igaz. Engedni kell, hogy átáradjon rajta az energia, és akkor, mint csatorna, irányítani kell a szakmai ismereteit, irányítani kell, hova vezet a tehetség, hova vezet az energia, és hova talál szívbe, hova talál lélekbe az a zene. Úgy gondolom, hogy most mivel nem akadályoztam ezt az energiát, és jött, és csak utána kellett nyúlnom, el kellett fogadnom, és ki kellett bontanom, úgy gondolom, hogy most hiteles volt, és jól sikerült. Jönnek ilyen lehetőségek, és nem merjük megragadni. Nagyon azon vagyok mostanában, hogy az ilyen lehetőségeket megragadjuk. Úgy gondolom, hogy ezek nem véletlenek, és a Szentlélek munkálkodik, és ha utána kell nyúlnunk, ha nem nyúlunk utána, kimaradunk a jóból, azt gondolom. A harsonyodalom, és pláne manapság nagyon kevés jó mű születik, ami úgy igazából tényleg mindenki számára hallgatható, és én ezt a művet ezen művek sorába sorolnám.